Pásztor percekben egy újabb úriembert ismerhetnek meg Török Sándor személyében, akit egy kicsit a flotta vásárlás és maga a flotta kezelés fogalmáról fogok kérdezni. Kérlek, először tisztázd le nekünk, hogy mi az, hogy flotta kezelés, mert eddig én ezt úgy tudtam, hogy az embernek van valami cége, és akkor van 8-15 darab autója, bemegy egy kereskedésbe és vesz 8-15 darab autót, és akkor vett egy flottát, de ez már rég nem így működik. Igen, mostanság már egy autó esetén is flottáról tudunk beszélni, céges vásárlás esetén. Régebben ténylegesen úgy volt, hogy bizonyos mennyiség mindenféleképpen kellett ahhoz, hogy a flotta vásárlói státusz lehívható legyen, és komoly kedvezményeket lehessen elérni. Most ez már egy autó esetén is elérhető. Mi az óriási különbség a flotta vásárlás és a flotta kezelés között? Flotta vásárlás esetén a gépjárművek megvásárlási összegét a cég kifizeti, és így jut hozzá az autóhoz. Flotta kezelés esetén nincs azonnali beruházási költség, hanem lényegében kezdő befizetés nélkül lehet elindítani komolyabb flottákat, de akár egy autót is, és havidíjakat kell csak fizetni. Így ellenben nem lesz enyém a kocsi, vagy csak a végén lesz az enyém? Lényegében a flotta kezelés kapcsán soha nem lesz a használóé az autó, mindig csak egy üzemeltető, egy bérlő jelez a gépjárműnek, és a futamidő végeztével újra le lehet hívni a következő flotta mennyiséget, akár cserélni ugyanazt a mennyiséget, vagy fejleszteni, tehát bővíteni, illetve csökkenteni a autóparkot, de a tulajdonában nem kerül a bérlőnek. Akkor most mérlegeltettük azt, hogy vagy veszek egy autót nagyon sok pénzért egyszerre, vagy nem veszek egy autót sokkal kevesebb pénzért, viszont havonta költögetem a pénzemet. Próbálj meg meggyőzni, miért jobb ez nekem? Ha megveszem az autót, akkor is költögetek havonta, akkor is, hogyha végigszámolom a birtoklásom ideje alatt összejött költségeket, akkor is kijön egy összeg, és ha bérlem az autót, akkor is megvan ugyanez a birtoklási összeg, és ezt a kettőt összevetve sokkal tervezhetőbb az, hogyha én flotta kezelésbe, mert ha én saját magam csinálom, bejöhetnek rendkívüli költségek. A flotta kezelő levédi ezt a részt, és a bérlőnek egy fix havi költséget tud biztosítani a teljes futamidő alatt. Nincsenek rendkívüli, nem számolt kilengései a költségelszámolásnak, tehát fixen be lehet lőni az adott futamidőre a költséget. És akkor utolsó kérdésként, milyen arányban tudtok flotta kezeléssel foglalkozni autóértékesítés mellett? Ez változó, tehát most a mostani piacon nyitottabbá váltak. Mi a KKV szektort célozzuk meg a flotta kezelő cégünkkel, és itt egyre nyitottabbak a cégek, hiszen rengeteg olyan adóváltoztatás történt, ami most már a KKV szektornál is érdekelté tette azt, hogy ilyen módon üzemeltessenek. Eddig ez a flotta kezelés a válságot megelőzően többnyire a multiszektorra volt jellemző, most már a KKV szektor is, és lényegében a értékesítésünk most már nagy volumenét tartalmazza a flotta kezelésben eladott gépjárműk.